Nagykoppány Zsolt fiatal kortárs prózaíró Udvarhelyről indult, és a kolozsvári előretolt helyőrség szellemi műhelyén keresztül Budapestre vezetett az útja. László Noémi kérdéseire válaszolva sok mindent elárult pályakezdéséről, sőt, még a gimnáziumi éveiről is, ugyanis édesapja orvos lévén ő maga is kémia-biológia osztályba járt, és úgy gondolta, hogy folytatja édesapjának a hivatását. Az írással már a gimnáziumban elkezdett foglalkozni, sőt, egy ideig az Ébredés című diáklapot is főszerkesztette. László Noémi a 2000-ben megjelent első kötetére is rákérdezett, amelynek a címe így szól. Arról, hogy milyen nehéz. A debütkötet címére reflektálva, Nagykoppány Zsolt sziporkázó szellemességgel fűzött egybe néhány történetet arról, hogy miért is nehéz a prózaíró élete. Én felvettem azt a ruhámat, amelyik ruhát a Facebook eseményhez csatolt fényképen is viselek, azért, hogy mindenki biztosan megismerjen. Erre azért van szükség, mert, és akkor már válaszolok is félig a kérdésre, hogy miért olyan nehéz, mert a jó múltkorjában egy irodalmi rendezvényen leült mellém egy híres neves kolozsvári főszerkesztő, keresetlen szavakkal elkezdtünk beszélgetni, rövid tőmondatokban, aztán hirtelen felindulásában megdicsérte a műveimet. Ki ne örülne az ilyesminek, úgyhogy megköszöntem. Általánosságokból beszélgettünk az írásaim kiválóságáról, és oda eszkalálódott a dolog, hogy ez a híres kolozsvári főszerkesztő meghívott engem Kolozsvárra, hogy itt vendégszerepeljek, lényegek fel, beszélgessünk továbbra is a kiváló műveimről. És én lelkesen igent mondtam, mert úgy szeretek ide járni Kolozsvárra. És ott kezdtem egy kicsit gyanakodni, amikor mondta, hogy de hogy ne egyedül gyere, hanem hozzad Annát is. És kiderült, hogy összetévesztett Dragomán Györgyel. Úgyhogy se én nem jöttem, de Anna se. Legalábbis. Úgyhogy rendkívül nehéz az irodalmi érvényesülés útja. Mondhatnék egy ilyen PC választ arra, hogy miért ez az első könyvnek a címe. A legegyszerűbb az sajnos az, hogy van benne egy novella, amelyiknek ez a címe, és akkor ki kellett egyet választani címadónak. Nem a legsikerültebb novella, de szerencsére értelmezhető ez sokféleképpen, és az a fajta aggályosság, ami engem jellemez a hétköznapi életben, meg a mondjuk írás vagy szerkesztés során, annak is egy gyönyörű metaforája, hogy milyen nehéz. Ez persze részben allűr, mert szeretem sajnáltatni magam, mert olyankor megcilógatják a fejemet, és mondják, hogy nem is olyan nehéz, és akkor én hálásan dorombolok. Ennek ellenére a könyvnek a borítója az eléggé különleges lett. Szerintem itt azért elég sokan ismerik ezt a borítót. Szenter Zágó munkája, egy kollázs különböző általa megfestett női testrészekből, mesztelen női testrészekből összevágva darabokat, és elhelyezve egy újszerű esztétika szerint. És ebben az volt a gyönyörséges, hogy mivel a személyérmetes könyves boltosok mindig betették a hátsó sorba, ezért ezt egy kicsit jobban keresték, mint aztán a későbbi köteteket. A könnyed, vidám hangulat a tetőfokára hágott, amikor a szerző rendhagyó módon egy versbeszedett történetét, a Családi Pört olvasta fel, amely a Kaligram szépirodalmi folyóiratnál jelent meg. A felolvasás arra is alkalmat szolgáltatott, hogy Nagykoppány Zsolt kifejtse a véleményét arról, hogy miért jobb költőnek lenni. Iszonyú frusztráció van bennem a versírással kapcsolatban, mert hogy a költőnek lenni az rock and roll, prózaírónak lenni az meg ilyen pepecselés, szenvedés. Én egész kisgyerekkoromban verseket írtam, sőt, még a Brassói lapokban meg is jelent egy 8-soros versem. Mindenki elfogadta, hogy én költök, mert költő vagyok. Nem is csináltunk ebből különösebben nagy dolgot. Írtam a verseket, aztán jött a kamaszkori személyre, és elkezdtem prózát írni, de utána, sok év elteltével írtam még néhány verset, lehet, hogy már az egyiket fel is olvasom, mert ez a vers, a Családi Pör,
amikor megjelent a Kaligramba, olyan érthetetlen, de valahol mégis érthető büszkeség lett túlán rajtam, hogy elmentem ott nálunk közel a Koppány utcai Tesco-ba, ahol volt egy e-médió, és ott árultak mindenféle lapokat. Gondoltam, hogy lehet, hogy kaligramok nem, de megkérdeztem a nőt, hogy kaligram van, és mondta, van. Hány? Na, az ilyet nem szoktak kaligram ügybe kérdezni a Koppány utcai Tesco e-médiójában, és mondta, hogy 2. Mondom, az nem lesz jó, és akkor itt jött el az élet nagy színpadán, az a jelenetem, amit soha nem fogok elfelejteni, mert végre kimondhattam, hogy én költő vagyok, és megjelent a Kaligramnak ebben a számában egy versem, és akarok venni vagy 40-et, hogy tudjam nagy bőcsen osztogatni, és akkor megvettem ezt a 2-t, de az a tekintet az elárusító hölgynek a szemében, amit így felé bocsátott, hogy tényleg itt van egy élő költő ember, úgy néz ki, mint egy prózaíró, de tényleg benne van a Kaligramból, és már szemüveges, biztos sokat szöszül a prózával. Úgyhogy nem, ez a frusztráció nem múlik. Idefelé a kocsiban Cseh Tamást hallgattam, ahol ugye Bereményi Géza versek vagy dalszövegek, ezt azért nehezen tudjuk eldönteni, hogy versnek készültek vagy dalszövegnek. És akkor a Budapest című számban van az, hogy téli kabátomra, hogy Éva tegnap volt az abortusz bizottság előtt, téli kabátomra hasztalan keresek vevő. És akkor az a döbbenet, hogy mindössze 2 sor az egész, 8 szó, és olyan korjellemzést ad, amit nem tudom, 600 oldalas könyve egyszerűen lehetetlenség, meg olyan hangulati, nem is tudom, világot teremt meg. De hát ez persze közhely, hogy a vers sokkal töményebb. Az, hogy kezdőként melyiket könnyebb írni, ezt sajnos nem tudom megmondani, mert hogy nekem akkor már csak a próza volt. Az est során László Noémi még számtalan kérdéskört érintett. Arról is szó esett, hogy mit jelent Nagy Koppány Zsolt számára magvetős szerzőnek lenni, és ugyanakkor a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Oktatójaként működni. A beszélgetést filmvetítés koronázta, ugyanis Nagy Koppány Zsolt személyi figyelő novellája alapján Lakatos Róbert filmrendező kis játékfilmet forgatott. Következik tehát egy kis ízelítő ebből az ízig-vérig humoros, ironikus, horror és thriller keverékéből építkező mozgóképes produkcióból. Hivatal pedig utasított, menjek utána. Hát, ha folytatja csodák előtti tevékenységét. Én viszont úgy döntöttem, inkább maradok. Mert úgy érzem, nagyszerű örömök várnak rám. Végre kettesben lehetünk. Hívogatóan nézett rám, és akkor megértettem, hogy lát engem. Mert hisz bennem. Szinte éreztem a kést a bordáim között, és majdnem meggondoltam magam. De aztán erős késztetést éreztem belülről, és karjaiba zuhantam. Ő megérintett. Keze szinte áthatolt rajtam. Bizseregtem. Hullámok lepték el testemet. Szerelmes voltam. Boldog kispolgár. Argentinába szökünk majd, gondoltam. Feleségül veszem.